Makkos Hogyka! Nem szórakozok, ez a neve! Makkos Hogyka! Basz megye! Miskolc, Diósgyőr, Aktelek! Öcsön! Igen, várok! A mennyasszony szép virág, koszorúja a gyöngymirág, az a boldog bőlegény, ki azt mondja az enyém. Megiszok még egyet akkor. Halló! A kollégájának már mondta, az esküvő véget! Küldjenek már valakit akkor! Mondom! Makkos Hogyka, Bufi büfé! Gékovács Pistályéktól 3-mal vissza! Te ki vagy? Ha minden igaz, ön beszélt a Senior Account Managerrel egy rendezvény ügyében. Mi van? Iszunk egy körtét! Az én kislányom, a Henike, belehal a szívfájdalomba. Az esküvő miatt? A véget hát. Mert van a tréneszelnöknek a fia, a Dömötör. Ilyen hirtelen szőke, kék szemmel, csesztovák arcél, elálló fülekkel. Hol, mint maga? Na azért nem egészen. Az én kislányommal, a Henike, mert gyermekkoruk óta úgy búgnak, mint a galamb. Erre kit veszel holnap? Heidit, a polgármesternek a lányát. Hogy egyesüljenek a polgármesterfődek meg a tréresz traktorok. Hát komolyan mondom, nem bírok annyit inni, hogy az én kislányom, a Henike, ne legyen szomorú. Itt van ez az extrém szexferomon tartalmú ital. Ha ebből fogyasztasz, akit először meglátsz, abba beleszeretsz. Azonnal. Ne. De. Hát itt áll a bajsárga Merci minden este, aztán mégiscsak a polgármesterék lányát veszi el, mert mi hitelt adunk mindenkinek nyakra főre. Na hogy van ez, ha? Na menjél föl. Menjél föl, azt nézd meg a lányot, hogy eszi a márnak. Na gyerünk, menjél föl! Sumákolsz itt össze-vissza, hogy az icukárnak a betegsége, meg a Bélának a hitele az közben a butikba turkász álló nap, mint az anyád. Na az anyámat, az került innen. Esküszöm, hogy viszek egy kanna benzint, az felnyújtom azt a butikot a picsába. Na, egy újjal hozzá mersz nyúlni ahhoz a butikhoz. Istenemre mondom, hogy nem állok ott magamért! Béla, állítsad már meg az ondót! Hát még képes aztán felgyújtja. Nem azért mondom, mert neked is félre van ott téve az ujjakendőd. A lakodalomra. Picsába. Egyesülnek a polgármesterföldek meg a Tréjesz traktorok. Mi bezzeg, nem voltunk elég jók a Tréjesz elnök fiák? A szupermaratoni csöcsölésed miatt. És miért a vendégek előtt? Nem a vendég, ez a Bélának az ilonkája. Polgármesterék meg nem megint építkeznek. Majd gondolom a Hédikének. Ja, két sorra bővítik a focipálya nézőterét. Ha, és hát a dohánybót is a Hédike nevén van. Mert az is a saját lábánál. Szép jány, csak sovány, nem lesz az jó anyának, mert terhes, az én azt mondom. Ne cicogjál, icuka! Én azt mondom neked, Ond, hogy csináljunk egy fasz a vőfészámot a Lagzira. Olyan műsort csapunk, hogy eláll a szuszunk. A Lagzira. Térjünk át a kis gömböccel. Milyen szerepek is vannak benne? Elhallgass, Prézni! Ott van például az ember. Na, az leszek én. Te olyan Isten igazából ember leszek, hogy reálkönnyeznek az asszonyok. Vad szerető. Gyengéd bika. Gyermekét féltő apa. Úgy féltelek. De hát két mondata van, az végkapja a gömböt. Vagy már kitágítom én a szerepet? Mert már írtam egy jó kis vőfélyelő két is. Adjon az Isten szép estét mindenkinek, e vígestén összejött embereknek. Víg öröm, mulatság, szálljon föl az égig, az Isten áldása, legyen rajtunk végig! Faj! Nem lesz mennyasszony tánc! Nem kell egy humiliation! Tudod, mikor fogom áramba bocsátani magam a falu összes részeges traktorosának, hogy aztán ott rángassanak össze-vissza? Nem lesz mennyasszony tánc! Nekem American style esküvőm lesz, ahol a nőket nem alázzák meg az esküvőjükön. Még el kell mennem a cukiba a tortáért, meg a lampionok, a virágok, a meg a csoki szökők, még biztosan az sem érkezett meg. Így áll egy pálinkát. Én tudom, hogy mi a jó nekem, Henny. Elegem van abból, hogy mindig mások mondják meg, hogy kivel, mikor, mit csináljak, mert nekem úgy lesz a legjobb. Hogy lenne neked a legjobb? Dániában, Sanyival, biogazdálkodás!
Sanyi. Meg a biopálinka. Hol vannak? Azt mondtad, hogy itt lesznek. Higgy azt mondta, hogy 7-kor találkoznak itt a kocsmában, mindjárt jönnek. De nincsenek itt. Te hogyha átversz, ha csak keverni akarod nekem itt a szar... Mi csak 18:53 van, van még addig 7 perc, ne izguljál. Mit ne izguljak? Nehogy már... Nehogy már te akar nekem megmondani, hogy mit csináljak. Holnap esküvőm lesz, baszki. Ja. Megcsalnak, Döme, értsd már meg! Ne hívj így! Megcsalnak, elszöknek, te pedig hülyét csinálsz magadból! Nem az az igazság, hát mi vagyunk az a Döme, mi? Mi? Tudod, mi az igazság? Elmondom, és jó lenne, hogyha a csököt agyadba vésnéd. Nekem holnap esküvőm lesz. Nem veled, hanem Hennivel, a Hédivel. Na jó, jó, én megyek, de kört a faluba. Döme, nem mehetsz így el, hallod? Nem mehetsz így el, mindjárt itt lesznek. Döme, mindjárt itt lesznek, mindjárt jönnek, nem hagyhatsz így. Mit szeretsz rajtam? Hogy viselkedek veled, mi? Hogy beszélek veled? Miért kellek én neked? Na jó, megyek. Döme. Megy. Nem lehet, figyelj! Nem lehet! Hirtelen szőke, kék szemmel, csehszlovák arcéllel, elálló fülekkel. Pont, mint az ond. Egészségére. Köszönöm. Megihatom? Persze. Eltéved, kisgyermek. Nézd az árvát. Sír, sírdogál, és közben fog egy Szent János bogárkát. Folytasd! Ennyi. Ennyi? És ennek mi köze van a Hédihez? Ennek? Semmi. És ezt te írtad? Ne! Hát olyat mutassál már, amit te írtál a Hédinek. Ah, azok nem jók. Engem meghatott érzelmileg a Szent János bogár. Hédinek nem tetszett, hiányolta belőle a szekvenciákat, meg az intertextuális áthallást. A szád egy haikut rejteget. Mi van a számban? Csak ahogy formálod a szavakat, az érintése a... Sanyi, mennyit itt telte? Én szeretnék írni egy haikut a szádról. Hát írjál te mikukikat a Hédinek a szájáról. Az ízéről. Úgyhogy lásd, hogy mekkora jó nagy szívem van, én most megbocsájtok neked, jó? Azért megtlek. Megbocsájtasz? Mit bocsájtasz te meg? Hát, hogy a szemem előtt kurvákodtál. Te lekurváz? Jó, értem, össze voltál zavarodva, ezért kellett ez a kurvulás. Már észre magadat? Hát egy mondatban szeretlek meg kurvázás. Ez kettő volt, de mindegy kiszámolja. Te így akarod kimutatni, hogy szeretsz, hogy lekurvázol? Jó, hát kurvákodtál, ez tény, de én attól még szeretlek. Értsd már meg, én próbáltam elnyomni az érzelmeimet. Aha, azért hívogattál. Nem azért. Ja, nem, mert mentem, tudom, mert mentem. Nem azért, mert én nem bírlak elfelejteni, tehát szerencsétlen. Hát amikor én láttam, hogy azzal a másikkal csókolóztál, nekem kiszakadt a szívem. Értsd már meg, mert nekem csak te kell lesz. Ti. Hát én nem bírnám elviselni, hogy soha többet ne zabáljunk be rakott kumpliból, és hogy ne fetregjünk a tévé előtt maga a tetetlenül szuszoggal. Emlékszel arra, amikor megetted azt a 18 fasírozott? Én amúgy akkor szerettem beléd, és amúgy szerintem azóta is. Ha kell, akkor fölvállalak. Jó, menjenek el, még jobban is járok, mert akkor legalább itt maradsz nekünk te. Ó, te romantikus, hát én vagyok a maradék. Ne forgasd ki a szavaimat. Értsd már meg, hogy én megörülök, érted? Egy mondjam már el, hát nem érte! Na ez most már tényleg sok, mit művelsz? Hát, ha a nőiesség abban nyilvánul meg, hogy a férfiakat a gatyájukban nyúlva csábítod el, akkor igen. Te alkoholista picsa! Látod? A Demeternek még most kellettem, hogy nem feküdtem! Kérdele, hogy a heti 3-7-et! Meg a Sanyi és
ki velem, mert olyan kiegyensúlyozott kapcsolatban éltek! Miért? Hogy öltetek le? Nagyon jól tudod, hogy nem bírja apját, és leítottad csak, hogy őt is elvesd tőlem!